Üdvözlöm a kedves televízió nézőket, a Profit című gazdasági magazin műsort látják. Mai adásunkban az év értékelési a főszerep. Elsőként Berki Mariannát, az EGÁNEDE Kárpátaljai Gazdasági Élénkítő Program vezetőjét hallhatják, majd Mester Andrást, a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács elnökét. Tartsanak velünk! 2019 mozgalmas év volt az EGÁNEDE gazdaságélénkítő alapítványnál, hiszen mezőgazdasági, turisztikai és vállalkozásfejlesztés kategóriákban is volt pályázat hirdetve. Hogyan értékelné Berki Marianna igazgató ezt az időszakot, a 2019-es évet? Hol tartanak ezek a pályázatok? Mind a három kategória lezárult-e? Mit lehet tudni az idei pályázatokról? Sikeres évet zárunk lefele lassan. Összesen 3762 pályázat érkezett be az említett három kategóriában. Ugye 2019 tavaszán két kategóriát nyitottunk meg, ezen a vállalkozásfejlesztés és a turizmust, valamint kicsit később nyáron pedig a mezőgazdaságot is megnyitottuk. Összesen turisztikában 242 pályázatunk érkezett be, döntő többség ezeknek a pályázatoknak ez beruházás típusú pályázatok, ahol legtöbben napelemrendszerre pályáznak, valamint a háza felújítására. Kevés pályázat van eszközbeszerzésben, közülük ez körülbelül ilyen maximum 30 pályázatról beszélhetünk. A vállalkozásfejlesztésben 1759 pályázatunk érkezett be, a mezőgazdaságban pedig 1761 pályázat. A turisztikai pályázatnak már majdnem megvan a végleges döntése, jelenleg az irányító testületnél van szavazáson, és reményeim szerint január első hetében már a honlapunkon elérhető lesz hivatalosan a végeredmény, és sorra kerül a következő szerződés aláírás. A vállalkozásfejlesztésnek szintén be van fejezve a pontozása és a helyszínelése, jelenleg kuratóriumi szavazáson van a táblázat, ami után átkerül szintén Magyarországra az irányító testülethez. A mezőgazdaságnak a pályázata jelenleg csak befejezték, a pontozás feldolgozás alatt van, és reményeim szerint szintén januárban, de legfeljebb februárban legalábbis Kárpátalján a kuratórium meg fogja tudni hozni a döntési javaslatát ebben a pályázatban is. Tavasszal egy földnevesítési kört is megnyitottunk újra. Összesen ebben a körben 3021 új pályázatunk érkezett be. Ugye ez a kör azért volt egy kicsit más, mint a többi, mert lehetőség volt aktiválni a régebbi pályázatokat is szintén. Ezeket beleszámítsuk, több mint 5000 pályázatról beszélhetünk összesen, amit még meg kell csinálni az alapítványnak. Ez a pályázatnak a döntéshozatala már teljesen megvan, a föld ki van adva a cégeknek, hogy csinálják meg a kadaszterizáció számot, segítsenek megszerezni a földterületekre, ezért ez a pályázat már teljesen fordulóban van, és már feldolgozás alatt áll a cégek részéről. Valamint még egy pályázatunk volt ebben az évben, ez a nagy projekteknek a pályázata. Ugye korábban még 2017-ben több mint 100 pályázat érkezett be az alapítványhoz, ezt követően idén lehetőség volt újra aktiválni a pályázatot, pontosabban meg volt nyitva a második kör a pályázatnak. Ezekből a több mint 100 pályázatból összesen 31 pályázó nyújtotta be újra nekünk a pályázati dokumentációját, jelenleg értékelés alatt állnak a pályázatok. Mi a helyzet az érdeklődéssel? Annak idején ugye nagy várakozás előzte meg a programot. Kitart az érdeklődés? Ugyanúgy aktívak a mezőgazdászok és a vállalkozók? Igen, jelenleg is nagyon aktívak, és nagyon várják az eredményeket. Ugye ez elsősorban azért is mindenkit érdekel. Elég sok idő eltelt azóta, hogy benyújtották a pályázatot, másoddal pedig az, hogy az árfolyam nagyon ingadozik. És a pályázók az sajnos az önerőn kívül egy nagyon nagy árfolyam különbözet és árfolyam kockázat fogja terhelni. Jelenleg nézzük a lehetőségét annak, hogy megpróbáljuk valahogy orvosolni ezt az árfolyam különbözetet és valamilyen szinten segíteni a pályázóknak. Ezt még nem tudjuk, hogy sikerülni fog vagy nem, mert meg kell vizsgálni a belső szabályzatot Magyarországon. De ha Isten segít, akkor talán ezt a problémát is sikerül nekünk orvosolni, és ilyen szinten is tudunk segítséget nyújtani a pályázóknak. Akkor ez jó hír a pályázóknak, hogyha lesz belőle így. Igen, ebben a formában. Igen, ha megkapjuk, akkor ez egy jó hír nekik. Mi a helyzet a pályázat tárgyával? Mire pályáznak a legtöbben a pályázók, a legtöbbször akár mezőgazdaságot, hogyha nézzük, ott ugye népszerű volt például a traktor vagy a traktorokhoz való kiegészítők. Van-e olyan, amire azt lehet mondani, hogy ez népszerű
tárgya a pályázatoknak. Hát stabilan azt tudom mondani, hogy a mezőgazdaságban talán ez az első, amikor nem ennyit sok traktor szeretnének vásárolni a pályázók, hanem átlépnek már a következő lépéshez, azon beszerezik azokat az eszközöket, amelyek még szükségesek a földfeldolgozáshoz, valamint a termékek csomagolásához és a többi. Szóval már térnek át fel arra a szintre, hogy már nem csak az elsőleges szükségű eszközöket vásárolják meg, hanem próbálják kiegészíteni azt a gazdaságot, amit nekik már van, és azokat az eszközöket is, amikkel már rendelkeznek. 2016 óta tart a program, azóta már van néhány lezárt pályázati kör, pályázati kategória. Hogyan zajlik a pályázatok ellenőrzése? Milyen formában történik ez? Pályázatok ellenőrzése 2016-tól is mai napig két stádiumban működik. Az első az a helyszín ellenőrzés, amely folyamán leellenőrzik azt, hogy amit a pályázatban befixál a pályázó, igaz ez vagy sem. Elsősorban rendelkezik el azokkal az eszközökkel, amelyeket reálisan leírt, megvannak-e azok a feltételek, amiket ő szóban forog a pályázatában. Párhuzamosan megy az értékelés, ez a szakmai értékelés, amikor két ellenőr dolgozik, az egyik ukrajnai ellenőr, a másik pedig magyarországi, ők papír alapján számszerűleg nézik végig a pályázatot. Amikor mind a két értékelés megvan, ennek az értékelésnek van egy összesítő táblázat, ahol minden eredményt egyesítenek. Ez a táblázat felkerül a kuratórium részére Ukrajnában, még döntési javaslatot tesz Magyarországra, Magyarországon megszületik a végleges döntés, és így kerül a szerződéskötéshez, ha röviden mondjuk el a folyamatot. Általában véve 2016 óta beszélhetünk-e összegzett számokra, akár hogyha a pályázatok számát nézzük, hogy eddig összesen hány pályázó volt az EGANEDE alapítványnál, illetve milyen összegben sikerült eddig támogatásban részesíteni a gazdákat? Persze, ez 5500 kis összegű pályázat, ez a mezőgazdaság, vállalkozás, fejlesztés és turizmus területén, 18000 földpályázat, amik segítenek a kadaszterizációs rendszerben, 6 pályázat, amik a földbérlés elősegítésére pályázott az alapítványnál, és összesen ez körülbelül 12,5 milliárd támogatásról beszélünk, 12,5 milliárd forint támogatást, amit átjutatunk a pályázók részére. Jelentős támogatás a hazai vállalkozóknak és gazdáknak. Tudnak olyan esetről például, amikor egyes családok vagy vállalkozók azért értek haza esetleg külföldről, hogy kihasználják ezt a lehetőséget? Tehát van-e hazahívogató hatása a programnak? Én úgy látom, hogy van. Most első években még nehezen ment a hazaköltözés, mivel akkor valaki nyert csak egy traktort, ez még nem adott lehetőséget arra, hogy egy traktor segítségével tudja továbbfejleszteni az itthon maradását és keresni annyi pénzt, hogy fent tudja tartani a családját is. De viszont amikor látom, hogy vannak olyan pályázók, akik már második, harmadik, valamint negyedik körben is részesülnek támogatásban, ott már beszélhetünk arról, hogy ők már megteremtették maguknak azokat a feltételeket, hogy haza tudjanak teljesen költözni. Ezért első évben, ez a 2019-es évben, én már tudok arról beszélni, hogy igen, én látom a fejlesztés olyan szinten, hogy nagyon sokan hazaköltöznek és próbálnak itthon boldogulni. A sikerek mellett az érem másik oldala, hogy lassan másfél éve tart egy hatósági vizsgálat az EGANEDE alapítvány ellen. A vádak között ugye abszurd dolgok szerepelnek, például szeparatizmus vádja. Hol tart ez a vizsgálat? Milyen stádiumban van? Igen, ez tényleg így van. December 27-én lesz 2 éve, hogy ez a büntetőjogi ügy ki van nyitva ellenünk, amiben tényleg az a vád, hogy szeparatizmussal foglalkozik az alapítvány. Nem csitult az ügy, ugyanúgy fennáll. Időként újra megjelennek, behívnak embereket kihallgatásra, valamint dokumentumok bekérésével. Különböző vizsgálatokra hívják fel az alapítvány bíróságon keresztül, ezért nem tudom azt mondani, hogy ez az ügy leállt, ugyanúgy fennáll, mint eddig is volt, de viszont nem látom még azt a hatását, hogy zavarná a munkánkat, vagy pedig nagyon elijeszteni a pályázókat attól, hogy továbbra is pályázzanak. Én ugyanúgy, mint korábban is, annál véleménynél vagyok, hogy az alapítvány nem csinál semmi törvényellenest, az ukrán jogszabályoknak megfelelően működünk, betartjuk teljesen, mint a könyvelési, mint pedig más statisztikai és büntetőjogi és stb. Szabályzatot, ami Ukrajnában van. Ezért ez a vád ellenünk, hogy mi szeparatizmussal foglalkozunk, teljesen abszurdnak tartom.
perspektívában hogyan látja a jövőt 2020-ban? Ugye vannak még nem teljesen lezárult programok, projektek még 2019-ből is, de hogyan látja, folytatódni fog hosszú távon is? Tehát lehet arra számítani, hogy következő körök is lesznek akár 2020-ban kiírva? Jelenleg azt tudom megmondani, hogy 2020 elején, legalábbis első felében tényleg azon fogunk dolgozni, hogy a 2019-es évben megnyitott, de le nem zárt pályázatoknak sorra kerüljön a szerződéskötés és a kifizetése. Ugye ez egy nagyon nagy mennyiségű pályázatokra beszélünk, mert nekik az összigényelt támogatásuk több mint 7 milliárd forintról beszélünk. 2020-as év első felében terveink szerint és reményeink szerint is sikerül szerződést kötni, ami azt jelenti, hogy lezárjuk mind a három pályázati kört, ami 2019-ben befejeztünk. Ez mezőgazdaság, vállalkozás, fejlesztés és turizmus kategóriára beszélünk. Nagyon nagy mértékű igényelt támogatásról van szó. A pályázók ugye több mint 7 milliárd forintnyi összegre igényelnek támogatást, ami jóval meghaladja a költségünket a jövő évre. Ezért annyit tudok mondani, ami biztosan lesz ez, a földet fogjuk tovább folytatni, a három pályázatot lezárjuk, és ugye meg kell várni a költségvetés elfogadását, és onnantól fogjuk látni, hogy sikerül-e megnyitni egy újabb kört, vagy nem. Hogyha sikerül, akkor tervünkben van ugye a régen szóban forgó közepes szintű pályázat megnyitása is, de ez még sajnos a jövő titka. A Kárpátai Magyar Turisztikai Tanács a 2019-es évben sikeres évet zárt. Ez annak köszönhető, hogy sikerült megszerveznünk minden olyan programot, amelyet beterveztünk. A magyar országi támogatásoknak köszönhetően új programokat is tudtunk indítani. Ilyen a Kárpátai Magyar Turisztikai Tanács által indított 10 Kárpátai Gasztrofesztiválnak a megszervezésébe való bekapcsolódás, amely a Magyar Turisztikai Ügynökségnek a segítségével jöhetett létre. Voltak olyan programjaink, amelyeket úgy gondoltuk, hogy mivel nagy népszerűségnek örventek, ezért a 2019-es évben is meg kell szervezni. Az egyik ilyen volt a Magyar Konyha Hete, ez egy gasztronómiai rendezvény, amelyben több mint 30 kárpátaljai vendéglátó egység tudott bekapcsolódni. A turizmus tekintetében a Kárpátalján hál' Istennek sikerült előrelépnünk, abból a szempontból, hogy egyre több olyan turistacsoportot sikerült Kárpátaljára elcsalogatni, amelyek ez idáig nem jöttek, vagyis turisztikai irodák által szervezett csoportok is megjelentek újra Kárpátalján, hisz 2014-es események után már nem jöttek, nem mertek jönni Ukrajnában. Hál' Istennek ez a félsz már aláfagyott, és egyre több utazási iroda el tud indítani csoportoknak a kirándulását Kárpátaljára. A Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács fontosnak tartja azt, hogy a kárpátaljai magyar turisztikai élet terepjeit megjelenítsük más határon túli rendezvényeken. Ezért a magyar kormánynak a segítségével, Grezsa István miniszteri biztos úrnak a segítségével sikerült újra részt vennünk a Budapesti Utazáskiállításon. Több határon túli
magyar turisztikai fesztiválon részt vettünk, illetve Ukrajnán belül is próbáltunk minél több olyan rendezvényen részt venni, ahol megismertethetjük egész évben Kárpátalját a hozzánk érkező, vagy a hozzánk vágyó turistákkal. Fontos szerepe van a turisztikai tanácsnak abban, hogy megpróbáljuk a bizalmat visszaütetni az embereknek a fülébe, hisz akkor, hogyha a sajtóban csak azt a rossz híreket hallják, amelyeket ugye Kelet-Ukrajna irányából sugároz a média, akkor természetszerűen nem fognak idejönni Kárpátaljára turisták, ezért mi próbáljuk tudatosítani az emberekben, hogy ez a kelet-ukrajnai konfliktus, ez csak Kelet-Ukrajnában, egész Ukrajna területén béke van, a turisták biztonságban vannak, és azok a turisták, akik eljönnek hozzánk, ellátogatnak hozzánk Kárpátaljára, legyen az magyarországi vagy ukrajnai turisták, azok jól érzik magukat. Egyre több olyan kárpátaljai turisztikai rendezvény van, ahol attrakciókat tudnak gyakorlatilag a hozzánk látogatók megtekinteni, főleg ugye a gasztronómia terén. A gasztronómia terén több olyan fesztivál is van, ez a Kárpátaljai 10 Gasztrofesztiválon, belül egész Kárpátalja vidékén itt lefedve meg tudtuk mutatni azt, hogy milyen vendégszerető a kárpátaljai magyarság, illetve milyen összefogással tudják várni a hozzánk érkező turistákat. A Kárpátalja Turisztikai Tanács a 2020-as évben is meg kívánja szervezni azokat a programokat, amelyek a 19-es évben megszerveztünk, illetve próbálnánk új rendezvényeket szervezni. Az egyik ilyen új rendezvényünk, amit meg fogunk szervezni, ez a Beregszászi utazáskiállítás. Megpróbáljuk elhozni azokat az utazási irodáknak a tulajdonosait, képviselőjét, amelyek Kárpátalja Ukrajna irányába potenciálisan szervezhetnek utakat, és bemutatjuk nekik azt, hogy Kárpátalja milyen kincsekkel bír. A Kárpátalja Magyar Turisztikai Tanács a 19-es évben úgy gondolom, hogy hatalmas munkát végzett azok mellett, a fesztiválok mellett, illetve azok mellett, a rendezvények mellett, amelyeken részt vettünk, szakmai munkát is próbáltunk véghez vinni, ezért a Kárpátaljai Magyar Gasztrokalauzt kiadjuk ukrán nyelven, illetve megjelentetünk egy utazási kiadványt, vagyis egy útikönyvet, amely egész Kárpátalját bemutatja. A szakemberénk egész év során ezen a két kiadványon dolgoztak. Reméljük, hogy ugyanúgy, mint ahogy a magyar nyelvű gasztrokiadványnak, ugyanúgy olyan sikere lesz az ukrán nyelvű gasztrokiadványnak, illetve azt a hiányt, ami az útikönyvekkel kapcsolatosan megjelent már Kárpátalján, ugye azt lefedjük ezzel az új útikönyvünkkel. A kiadványok kiadása mellett még újra megszerveztük a Kárpátaljai magyar, illetve nem csak magyar, hanem kétnyelvű idegenvezetői tanfolyamunkat, amelyen több mint 20 idegenvezető kapott oklevelet és jogot arra, hogy Kárpátalján hivatalosan tudjon idegenvezetőként dolgozni, hivatalosan megfelelő szakmai képzettséggel tudjon a rendelkezésre állni azoknak az irodáknak, azoknak a turistáknak, akik nem csak saját maguk szeretnék felszedni Kárpátalját, hanem szeretnének ahhoz egy mankót, egy segítséget is kapni. A Kárpátalja Magyar Turisztikai Tanács továbbra is áll mind a Kárpátalja Magyar Turisztikai Élet szereplőinek szolgálatában, illetve a hozzánk érkező turistáknak mindent megpróbálunk segíteni abban, hogy Kárpátalján jól érezzék magukat. We'll be right back.
Kedves nézőink, köszönjük, hogy velünk tartottak. Kövessék a Profi című gazdasági magazin műsort a közösségi médiában is. Viszontlátásra!